akkor a Kolompár CG-t a süssük majd. Azt már elsütöttük pár szó szerintem. Jó. Akkor, akkor legyen mondjuk Sztojka vagy Lokoros, az is egy tipikus cigány. Nem túl hangos a játék. Még azért várjunk szerintem, még ez még amíg elkezdeni élni. Csak már innen nem látom a hangcsíkot és nem tudtam, nem hogy... látom a hangot. Nem látom, nálam hogy mennyire hangos. Én látni akarom a hangot. De látom, hogy hangos. De OC hallotta, hogy villog a Skype. Igen. Miért beszélünk? Hát... nem tudom. De ez a csúszka kijelzi, hogy mi a mikrofon beszélünk, vagy nem. Mert így a hangerő jó lesz, hogyha így hát sárgában van, ugye a csúszka az a, az a játék hangerejét jelzi. Amit akkor látok. Az úgy jó lesz szerintem, hogy arányosan fog szólni. Jó. Lehet egy icipicit lejjebb vesz, ha biztosra akarsz menni. Nem, ezt csak ti halljátok. Ja? Ez a DVD felvőből kijövő jel. Tehát... ja, értem. Tehát nem a játék hangerejét külön nem kell beállítani meg ilyeneket. Ez csak a... ez csak tőletek kérdem, hogy nem-e túlvezérelt a kimeneti hang. Nem túlvezérelt. Nem, még a narancssárgát se írja a csikitot. Akkor jó. Tiny Chatton, egy tökéletes. Adolf Hitler. Egy, szerint, lehet, hogy hallgatja, csak nem szól bele még a render miatt. És hallottunk egy járművet Feri mikrofonjából megint a háttérben, tökéletes kristálytiszta hanggal. Annyi ilyen cigány merci megy izé Pesterzsébeten. A motorok a jók, azokat kell szeretni. Hát itt ne, a rossz mentést, nem, rossz mentést töltött be, mert ja, nincsen beállítva a dátum. Persze, mert már a kaszinóban megcsináltam. Igen. Kettőt. Most a ketchupos... mi ez? Valami arab nyelvjárásom van? Igen. Ugye volt 3-5, és akkor nem jegyzi meg a dátumot, és nem, nincs még átállítva, azért rossz mentést töltött be, mert azt hitte, hogy az a későbbi. Ne kapcsold ki az Xboxot. Ne kapcsold ki az Xbox.ot. Jaj, ne, tényleg a magyarosítás, jaj, ne, de rossz. Ez nekem nagyon ellenszemes. Tegnap is szopottuk ezt. Ez az üsdönigget, ez az. Jaj, de. Hogy én várom, ha üvöltöznek a niggerek hozzá. Mi a fasz? Az örök, hogy Lacival pont nem néztem volna ki, hogy ilyen elművetek ünnen. Pedig de. Tehát ezt mit csináltuk? De egyébként tegnap is azon akartunk, hogy... mi le van fordítva, mi ez rá? Azt láttátok? Mi volt ez? Jó. Egy percet játszok, de már találtam egy glitch-et. Na! Akkor... megy már felvétel? Igen, megy. És nem is hülye vagyok, mert nem ide akarok jönni, mert először be akarom fejezni az összes repülős küldetést. Ja csak ezt azért kezdtük el, mert útba esett. Igen, és még volt egy küldetés, amit azt hiszem Truth ad nekünk, csak azt nem tudtam megcsinálni, mert később kell visszamenni. Ja, este 8 és reggel 5 között. Így van. Jó, emlékszem. Örülj, hogy megcsináld a szarjait, nehogy még időpontokat adjon. Ja igen, és várjál, 8-ra kéne visszamenni, tehát már megint nem jó az idő. Akkor mégiscsak a kaszinóba csinálok küldetést. Mert 8... Amiben mindig az volt, hogy egy órával voltam tovább, mint amennyi kellett volna. És mindig újra el kellett menteni párszor, hogy ennyi az idő újra normálisan. Egy 6 óra... annak a buzinak éjszaka kell oda menni, hogy rahagyjam meg. Valahol 10-re kellett menni, akkor tudja, hogy nálam az időpont az pontosan 10 óra volt, és még nem tudtam eljutni oda. Szóval mindig így van. Szar. Ne kuncogjál. De. Jó. Horsit! Kiröhöglek, mert baszd meg. Kirobbanó helyzet. Ja igen, ez az, amit tegnap már egyszer elkezdtem. Én nem láttam az videót, hogy meg kell nézni. Csak nem is emlékszem, hogy ez a küldetés. De az engem nem érdekel, hogy te nem láttad. Utálok. De nem baj, itt tudom látni, olyan nevetséges. Oké. Okay. Bírom ezt a vakembert, esküszöm meg, ez a legnormálisabb. Mert nem négyed. Az a másik, viszont hogy nem cserébe az... ázsiai. Jó, de ez kisebb fogyatékosság. Ázsiai. Mit kell egyébként csinálni azon kívül, hogy egy niggeren megyünk az autó?
azt nem kéne csinálni, de sajnos csináljuk. Ebben a küldetésben kell felszedni azokat a dinamitokat, vagy miket. Ja, az a dinamitos szólt, már emlékszem akkor, igen. De majd nézd meg Feri a videóban, hogy mennyi múlott, hogy kész legyen a küldetés. 3 másodpercen. Mocskos, büdös, feketé. Végre már megszólaltam, jó te vagyok. Üdvözletem. Bazd meg ez. Miért? Nem tudom. Szerintem is felháborodott. Egy világot törtél össze benne. Ez van nagyon érzékeny. Egy virágot dugtál. Úgyhogy érzékeny. Én mindig ilyen érzékeny vagyok, ha már... Jó. Igen. Földögött egy művirágot a picsájába. Nem művirágot. A művirágot nem szeretem, mert szúr. Szúr buzi. A művirágot a buzi is. Szúr buzi. Jaj. Melyik küldetés? Ez a... Ja, amikor a dinamitokat kell megszerezni. Ezt sose szerettem. Azt mondja, hogy detonáció. Dinamitot. Hát. Elég sokat hallgatottam. Szedjük fel a dinamit. Azt figyeljétek, YOLO flip. Ez nagyon vagány volt. És pedig backwards YOLO flip. Hopsz. Nem kapsz azért instant bónusz, vagy mi a faszom? Instant teát. Amúgy mi a faszomért ilyen sötét a kép? Hát azért nem. Mert hogy mondod, tényleg egy kicsit úgy. Nagyon kurvára, én alig látok valamit, csak hát a lengotatlan a csitokat. Nem tudok mit csinálni. Hát de tényleg. Miért mondtad, eddig nem is zavart, mert megzavar. Buktálok. Hol van ez a bulldozer? Amúgy hogy hagyja a zavart? Ott van való, de tegnap se tudtál bemászni, vagy nem tudom mi volt. Az esetében már most máshogy veszem. Nincs fényerő, ódekár. Vedd fel a monitorod fényerejét. Maxon van. Nekem nincs maxon, de én most nem fogom azt állítgatni. Akkor ez a többi. Akkor a többi meg túl fénye. Ez kit érdekel, többi? Azonban én nem fogom látni, hogyha megölnek. Annyi a rögésből, tudni fogod a Kár Ervendő nigger halálom való rögés. Annak párja nincs olyan a típusú rögése. 3-4-ből, na ez talán időben kész lesz, vagy. Valami világosítást meg megpróbálhatna eszközölni. Hát de nem tudok mit csinálni. Világíts rá zsebnámba valami tévére. Igen, sokkal jobb lesz. Persze. Az a vicc, hogy nálam is maxon van a fényerő, szóval ennyit erről. De nem az a baj, hanem hogy eddig meg jó volt, tehát nem tudom, hát eddig jó volt, mert most másfajta felvételi módszert használok azért. Érted? De miért váltasz felvételi módszert, hogyha nem volt baj az előzővel? Azért, mert a fasz nem volt baj, csak mindig lefagyott a gép, meg egyebek. Az nem számít, meg az látom, hogy lefagyott. Igen, mert kufonyom jött egyébként. Nem, a GTA-n belül mindig ez az, aki elbassz minden. Jó, így van, arra hagyják meg. Ez a GTA. Szégyeld magad. Basszam meg. Hát majdnem utállak. Mindig nevem van. De még csak majdnem. Mit kell csináljak ahhoz, hogy utáljál? Még több neved legyen. Ez vicces volt. Azért nevettem. Meg odaírtad, hogy XDDDDD. Mert én tartom. Annyira nem sötét, hogyha arrébb mozgattam az ablakot olyan helyre, ahol nem süt annyira be így a fény. Akkor ez vicces. Hát itt valahogy utólag fényerőt. Ezt tudtam kitalálni, így már nem zavar engem. Az a baj, hogy ebből szarba nem lehet rá fényerőt adni meg semmi. És nem tudom megosztani azt a jelet tovább, mivel akkor romlana a képminőség a videóban. De az előző felvételi móddal mi volt a baj? Mert ugye Ed miatt... Hát az volt, hogy lefagyott a gép. De most is itt vagyok, te segjük. Hát még itt vagy, de hát még ki tudja, meddig nem fagy le az egész. Jó, mondjuk tegnap nem fagyott le, bár nem volt itt, de csak... Hát éppen az, hát nem látjuk a dolgot azért. Most mit kell csinálni? Nem figyeltem. Ez akkor lesz amúgy szóval... Elzárták a kiárat, aztán ki kell a motorról menned, azt írta. Ott ez egy fos motor. Az lesz majd vicces, hogy a hóvihar lesz, és meg ilyen alig lehet majd látni, meg éjszaka lesz a játék. Micsoda a hóvihar? Ja, hát a repülős küldetések vicces volt, igen. Ja, hogy még itt ezzel el lesz el. Szalomozni. Kijutni nehezebb, mint megcsinálni a küldetést. Annyira elkívánni. Így van. Hát, Ed, most komolyan, tényleg jó ez neked, hogy ezt csinálod? Ami ezt illeti nem szándékos. Ó, nem arra kellett volna menni. Hát ez gyönyörű.
Ma én egy szívú napot ott tartom. Jó, nyugodtan. Kép. Amúgy semmi vajon vele, csak sötét a kép, és battatni kell vele. Sötét a kép, hát figyelj, alapból sötét a kép, mert egy nő nigger karaktert irány. Bazd meg, hát nem igaz, hogy mindig leesik a szalon. Igen, de hát egy hosszas. Hát nem tudom, valahogy rakjatok rá fenyőt, én nem tudok már enni, hogy világosabb rá. De Maxon van a monitor, nem is értem, hogy miért van Maxon, mert nem... Akkor ne a monitort vedd Maxon, hanem mit tudom én. Az a baj, nekem... Jó, mondjuk én nem... A szoftveresen adjál rá fényerőt, nem monitorral. Az a baj, nekem minden, hogy Maxon van, tehát a katalizból is véve meg a izé. Jó, akkor én, mert ez... Hogy van ebből? Én meglepődtem, hogy nekem Maxon van. Nem tudik annyira fényesnek pedig, mert... Hát, már úgyka szar monitorod van azért. Igen, igen, akkor rohadjál meg és es le. Hát de nem... Hát most azért jobb valamivel, csak fogadok, hogy valami... Minden, de legalább látom. Fogadok, hogy valami CRT, régi CRT monitorod van. Nem. Régi. Ez már lapos. Ó, lapos. Lapos. Vagyis laposra vetted a CRT. Vagyis valamelyik legelső... Legelső LCD monitorok egyike van meg neked, valami matuzsáló. Vagy konkrétan a legelső. Ja. Nekem CRT. Ha így lenne, nekem az a kifogásunk. Neked az? Nekem az. Tényleg? Az. Van valami, mi nem olyan szar nekem, mint neked. Jaj, de jó. Jó. Kárgyettem, még minden más sokkal rosszabb, de legalább a monitor nem. Na, ez jó. És ugyanúgy nem látunk szar. Nem, de én látok. Te nem látok. Valamit már én is, de még mindig fekete. Én a Full HD, 2HD, X4X monitor, TV monitorom, ami 700 cent, és azon nézem a 60 inches plazma TV-ben. Egy ilyen barkasztok, ennek nincs monitor, hanem egy ilyen barkasztok a tolóajtajára van kivetítve. Honnan tudod? Azért ilyen világos. Te ráhibázott és te meg elismerted ismerni, hát hogy tényleg? Nem, de igen. Jó. Hát itt semmi nem változott szerintem. Hát mi sok minden. Ja, most adtál rá valami fényerőt? Hát játékba csukkára felvettem a fényerőt. Hát ugye, én most már jobban látok azért. Olyan 5%-kal nekem jobb le. Szóval ez jó döntés volt. CG-ben mindig fekete, úgyhogy ez elég szomorú. Hát annyi fényerő nincs a világban, hogy abból fehér ember legyen. Ez egész kép fehér, tehát nem lesz semmit, de CG középen fekete. Van erre egy nagyon jó megoldásom, vegyél egy vörőrmesszet, aztán fehér lesz. Azt hittem a rabszolgatartás. Hát az olyan jó gondolat. Akár az se jó gondolat. Na és még mindig is babon keresztül! Majdnem elbaszoltam. Ezt hogy úsztad meg? Úgyhogy tudok. Mekkora egy máker vagy, hogy te megúsztad. Ez egy ilyen fekoly érzés. Ez egy rating igger, ez mindenen keresztül átmegy. Tud tájékozódni a dzsungelben. Csodálkozom, hogy a játékban nem lehet fára mászni, most így ez jutott eszembe. Lehet. Néha magától közelebb kanyarodik a fákhoz, hogy foggal le tudja szedni a termést. Majd a GTA-ben már lehet, hogy fognak belerakni fára mászást. Ugye lesz megint fek a karakter. És lesz inger karakter. Ebbe is van olyan fa, amire föl lehet a oh. Hát ezért a sziklofonnal. Ez ilyen helybeszaltó volt. Gyönyörű. Szóval. A menők így szállnak le. Ja. Ó, nem is tudtam, hogy itt van egy garázs, ezt most vettem észre. Nem tudtam? Nem. Jó, én is harmadik végigjátszásra jöttem rá, hogy van egy garázs. Ne fasz. Eldugott helyen van. Nagyon hülye eldugott helyen van. Mi a franc jönne ide hátra? Ja, mi a francnak raktam el a Sanchez-emet? Nem tudom. Elraktad a Sanchez motor. Elhagyatott AC torony. Pontos a nevében, hogy motor. Az a nevének a része. Nyilván van Sanchez Combine is. Ugye jó lenne. Sanchez Traktor. És két kereke van. Uh-huh. Sanchez Pilot rotációs pont. Kapa. Sanchez na most mennyire nem látok semmit. Hát de szar. Engem nem zavar. Ára nem. De amúgy, jó, amúgy nem olyan vészes. Az úgy tesszük, nem csak különbség a nappal meg az éjszaka között. Nekem azt látszik, hogy nem látom a niggert. Ja, ha meghalasz, látni fogod, mert akkor úgy, csapkodni fog egyet, meg rövődni. Na várj, most itt van, ránézek a... Tökéletesen látom a képet a számítógépen, amint közvetítek, hát... Ilyenek, nem tetszik ez a logikát. Nem látok semmit, de ha úgy elkezd ordibálni, akkor látni fogod. És csak nincs is felvéve maxra a fényerő, tehát még feljebb tudom menni bőven a fényerőt.
akkor mi lenne, hogyha... De minden... akkor meg azon, hogy a videóban meg a kurvára fényes lesz már. Mindent hibátlanul lát. Mármint, hogy az én monitoromon még bőven fel tudom venni a fényerőt, és hibátlanul látok mindent. Kell egy screenshot, hogy mennyit látok belőle? Igen, én érdekel. Screenshot, bazd meg! Ugye tudod, hogy küldesz egy screenshotot, akkor azt a másik úgy fogja látni, mint ahogy ő látná, szóval... Nem, ott nem van ilyen, mert tökön húgyozlak. Nem, ez hidd, hogy működik. Küldesz egy screenshotot, hogy a monitorodra lefényképezed. Nem? Jó. Lefényképezőgép. Most ez mi a faszom volt? Már fogadom. Miért másolod be 600 helyet? Ja nem egy helyet. Most ez mi a szar volt? Mi volt? Jó, a kurva anyádat még le kell fogyni, bazd meg. Erre nem is emlékeztem. Le kell fogyni, akkor... Itt van, hogy azért, hogy most nem beszélhetek. Valami egészen különlegeshez kell segítséget. Gyere vissza, ha leadtál pár kiló dagikám. Kurva anyád. Kurva anyád, bazd meg. Hát nálam pontosan ugyanígy néztél, és én akkor mi legyen? Akkor a fasságot. Nem lehet kihagyni. Akkor csinálom a többi küldetést, addig, amíg le nem fogyok, mit tudom én. Aztán, minden hogyha... küldetést utva csinálj meg mostantól. Szóval, hogyha C-ot megéhezik, akkor nem. De mondjuk az a baj, hogy nem jó, mert most mentettem az előbb, szóval nem lesz éhes. Az a baj, hogy még az izom fog lemenni teljesen. És hát max elmegyek ezért edzőterembe, vagy mit tudom én. Tényleg az jó, a futópadra menj, mert azon gyorsan tudsz fogyni. A biciklivel jobban lehet. Mármint azzal a szobakerékpárral. Szerintem a futópaddal jobban vagy, lehet. Kussolja. Vagy ha lúgsz egy biciklit, de a futópaddal le lehet esni. A városban. Igen, tehát miért nem csinálsz egy hagyományos niggeredzés, menj el lopni. Buta, 9000 fokos fordulat volt a motorra. Ez több volt annál szerint. Hát ebből én is becsinálsz. Várj, most jut eszembe. Gondolj, hogy mások órákig gyakorolnak arra, hogy egy ilyet megcsinálják, megvertelül előhozott. Na, nézzük. Láthatóan visszajátsz. Nézzük a rejtett visszajátsz. Nem kell visszatekerni legalább a videóban. Ó, oh, pörgött vagy húzott. Várj, hogy lehet, nem lehet ebbe visszatekerni valahogy? Nem látszott vagy meg. De. Nem, de sok ugyanaz a kép nálad, mint nálam. Szinte. Nem, mit láttam ebből, bazd meg. Megütlek. Nem próbálom más kameraállásból esetleg. Á, nem tud, mert többet visszajátsz. Mindegy. Annyira hülyén nézett ki. És hogy nehezen fordul most a motor, mi a franc? Mert feka vagy. Mert kövér. Vagy és kövér és feka. Én is ezt mondtam. Kusoljál. Nem mi ez a kolobbás száncs az motor? De ez nem Sanchez. Nem mindegy, de ez az, nem? Nem figyeltem. Nem, ez egy PCI 600. Ja. Ó, azt szeretem. Az nagyon jó. De annak is ott van nevében, hogy motor. Igen. Igen, mert csak annyit láttam a kírásból, hogy valamilyen motor. Bazd meg! Miért? De nem, nyilván hát a fogyatékosok is... vissza lesz hízlolva, nem CG, hogy hozz meg lesz csinálva, mert azért az nem engedhetjük meg magunknak. Igen, utána meg kell hízlalni újra. Már úgy se lesz több ilyen szerintem, hogy fogyjál le, meg csinálj ilyeneket. Fogyjál le! Imádkozzál! Utána majd hízlaljuk újra. Szeretem a kövér a CG egy kicsit. Van a CG torna szereknél le... Mi? Mi van? Mi? Mi van? Ez még egyszer, ez most még egyszer. Zseniális. A C-torna szereknél lejjebb. Uramisten, ez mi lehet angolul? Szavak nincsenek. C-torna szereknél lejjebb. Mivel is kell tekerni? Szerintem amúgy csak annyi, hogy izé. Belt below. Szerintem az a neve a helynek, de hát... Nem, ez a C-torna szereknél lejjebb. Ez a fordítás szintje meg minden izé, lejjebb. A Dante Putrának a bodybuilder változatot. Ja, teker! No, már kezd. De elég drasztikus hangfogy egyébként. Hát kb. 600-at teker, úgyhogy nem tudom.
Most, hogy elszabadulna a szobabicikli, és kitörne a falon. Szerintem a lassan jó lesz. És ilyen autós üldözés lenne, egy szobabiciklit kergetnek. Gyorsan tekerünk, tényleg már... Hát ez ilyen beteg tempó, hogy te kell. A rendőrök is fekák, úgyhogy... Kilazol egy csavar, kilősz a picsába. Hát már mentem 1900 kilométer. 2000 kilométer. Nem métert inkább. Nem, ez kilométer. Még a szobabiciklivel a föld. Feri, ne alacsonyuljön le a liggel rendőr elől menekülési képességét. Jó, igaz. Tehát, hogyha valamiben jó, akkor a lopásmenet az igen. Nyilván az utánaló menet. Ez végül is a szobabiciklivel a föld körül nevű sorozatunk újabb része. Nem is tudtam, hogy 8... nincs még maxon az állóképesség. Azt hittem, hogy már felvittem pedig. Hol van az a itt van. Akkor az izé... Kussániger. Hogy kell felszállni? Há, úgy, mint a másik. Na várjál, és itt is csak az alt kell nyomni? Zsír. Biztos, hogy el fogok esni. Jó, van már! Jó. Kussolj már, fussál már! Jó. Oh. De nem akar futni, és azért húzza nem az időt. Futom. Gondolkodik, hogy hogy lopja el. Hova kell kötni a csirkét? Ops. Ennyire tudtam. Be kell lógatni egy csirkét. Nem akasztotta fel a csirkét, úgyhogy nem sikerült. Kicsit lejjebb kéne kezdeni, de most megpróbálom még egyszer, a vicces volt. Ebből megint szakó lesz. Azt sajnálom, hogy nincs mögött egy ilyen horog gyűjtemény. Jó, nézzük. Zsírkétából kifogott szinten. Látszik, itt muszáj lassan haladni. Ja. Ilyen fokozatok vannak, hogy öreg rendőr elő menekülés, újonc rendőr elő menekülés. Anyád elő menekülés. Többi nigger elő menekülés. Ahogy fut! A főmet 7-es rossz így ONG. Azt én emelem. Ja, jött egy nyomtott fő, igen. Azt hittem. Viszont ez túl gyors még úgy. Na, nyomd be a 8-est, próbáljuk meg a 8-est. Kuss, ez még, na ez is túl sok. Ússzám veszek egyel, mert túl. Már a 7-es az már túl sok neki. Ezt sem bírom már feltornázni. Sprintelj, baszod! Hussa dagadba! Nem olyan egyszerű ezt nyomni. Ragaszd le a kurva gombot. Ez gépen is utáltam. Ragasszam le, ja, azt nyomogatni kell. Nyomogatni kell, ez be kell... Ezt ragasszam le! Egyszerű mit spamme. Kéne ilyen turbo controller inboxos, csak sajnos nincs. Puss rá, bázd meg! Tisztára ez egy track and field. Nigger edition. Szomorú vagyok, hogy le fog fogyni, de muszáj visszaizzalnunk. Nem maradhat. Tagadtabbra, mint valaha. Hát lehetséges. De milyen... Persze. Természetellenes a testalkat, az a hülye, ez egy hát kinyúló a nyak meg. Borzalmas. Toka. Toka race driver. Toka race driver. Valami rajta van, ez hogy néz már ki? Toka hontas. Ussáni get. Na, egy 7-es. Nem bírom tartani. Nincs elég állóképesség. De most emelkedett. El fog esni. Nem baj, bírni kell. Bírni. Jönnek a rendőrök, kurva. Nehogy lejjebb, a csirkés. Remélem, hogy az ödve is lehet ilyet, csak abban, hogyha a lesel, betörthet a fejed és meghalhat. Vagy egy azért hátra repülsz és így neki a falnak. És betörik a fejed és meghalsz, és tördődik a mentésed. Levered a vakolat. Sőt, eltörik a lemez. Felrobban az Xboxot. Kidobja a lemezt a picsába. De bele a fejedbe. Kidobja. PS3 ki tudja dobni, mert annak nem slotos töltője van, és így kiszúrja a szemedet, így kirepül a gépből a lemez. És meghaltál. És a lábad. És akkor plexi mögül kéne futni kurvára nehezebb, mint bicajozni. Elvileg többet is halt vagy, nem? Gomba? Gyorsan jönnek a rendőrök, fussanak! Jönnek a rendőrök, és még csirke is van előtt. Nünnyét! Nünnyét! Nünnyét, tessék! Ingyen csirke kiárusítás, csak amíg a kész lett. Az edzőterem előtt már nünnyét, már jön a cigány, mert csak úgy nünnyét! Rodában dobálják.
De mi sem? Én nagyon finom, 99 forint, másfél kiló. 100 forint a dénye. De ők nem adják a dényét, ők azért ültik, hogy nekik adjanak. Igen, hogy legyen még több, ami ott tudnak ülni és néha megenni. Hát, ja. Fú. Ó, elfáradt. Igen. Rohadt. Várj, most milyen... Mit is tudok? Tudom, hogy meg karakter. Melyikkel is kell, várj, nem emlékszek már, hogy melyikkel kell. Valami. Jaj, azt hiszem a... Igen, Y. Karate mozdulataim vannak. Ilyen random pörgő. Random pörgőrugások, mint Bartos. Fekabar. Rakéta vettő. RPG-vel súlyzózó. Nem tudok átlőni rajta. Mert a ring az egy külön csáv. Ha fölmész, akkor meg tudsz tanulni új box mozdulatokat, hogyha legyőzöd azt. Már nem, mert nagyon lőtte a csávot. Ja. Azt kellett volna, igen. Az meg úgyis megvan. Azzal kellett volna beszélni, aki ott vérzik a földön. De rakéta vettem el. Ez akkor elkésd. Vajon ez a saját vére? Kiébe feküdjünk. Hát nem tudom, CJ-be. Van nála egy ilyen tasak vérvészhely. Na kiírtam legalább az egyiket. Nálad nem szokott? Nem. Mi az, hogy nem? Én ezt értem, én fél literes dobozos vért szoktam fogyasztani. Dobozos vért. Mindig így viszem magammal. Aranyászok. Á, itt maradt a motor. Aranyér. Aranyvér. Szófani. Szófasz? Ha? Off! Ez? Them stunts. You can't handle my stunts. Stunning stunts. Stunes! Stunes! Várj, hol kéne menni ez itt? Most esetleg... Stunes! Most esetleg, hogy Stunes? Nem, csak most még viccesebb, mint elsőre volt. Ja. Stunes! Oh! Veszt egy új motorod. Pöcs fej! Ocsi, milyen higgadtan kezeli a helyzetet. Itt nem tudok kijönni! Fuck! Azt felejöttem. It's a fucking zsák utca. It's a fucking, huh? Oh, pff, majdnem tegybe basztam a közét. Szegély. Fölmegyek vönni... Anyád! Az, hogy... Jó. És le se estem, ez profi volt nagyon. Ja, egyébként ugye nőtt az állóképesség. Gondolom ezért. Nem, a motoros... Ezétől függ, hogy mennyire esel el, nem? De szerintem talán az állóképesség, vagy az csak a futás befolyásolja, vagy nem tudom. Meg hogy mennyire vagy feka. Meg a futás, meg az úszás. Szerintem itt mindkettőnek van egy kölcsönös összefüggése. Plusz még ugye niggereknél a rendőr elől egy menekülés képesség. És ezt, nem ezt, ezt ugye nem jelzi ki, mert ez maximum már a játék kezdetén. Hát meg mert ez rasszizmus. Igen, de hát mi ugye nem vagyunk ilyen. Dehogy? Nem, abszolút. Sose voltam még rasszizmus. Mi ez a rasszizmus? Én mondjuk, hogy sosem voltunk még rasszisták, és négy emberből kettőnek Hitler a neve a csatán. Harmadiknak meg. Micsoda? Nem, én most vallást szidok, úgyhogy nekem azért... Ja jó, igen, meg Gati Laci egy cipó. Csak ezt átnevezem gyorsan, nehogy följelentse a videódot, mert személyiségjogot sértesz. Én nem mondtam ki a nevét. De, majd. Nem mondtam ki. Nem mondtam ki a nevet, én csak egy szót mondtam ki. Ami a neve? Mert lehet, hogy egy idegen nyelvben van olyan szó, hogy Gati Laci, lehet, hogy valami teljesen más. Fogyatékos jelent. Például. Vagy uránbányát. Meleg pizza után. Kell nekem valami? Nem, azt hiszem, ennyi elég lesz. Örülök, hogyha ide bejövök, aztán kijövök, akkor megkapom a fegyvert. Nem? Lehet. Nem tudom. Lehet. Vagy nem. Vagy mindegy. Nem. Valami ilyesmit mondott eszemben, nyóból jövő, nem tudom, de most nem. Mert megint hazud, hogy hihetetlen állam. Mi? Ja, semmi. Mi? Basz? Felépúzik. What? 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 What?
Az... Ezt a megegyezést figyeld. Na nézzük. Hát, nem így terveztem, de... Annyi volt, többre számított. Tegnap jobb volt pisztik. Na mindegy, nem így terveztem, mert az a baj, nem ugrott le a motorról, hanem fékezett.